Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Túrhírmondó című műsorunkat látják 2021. szeptember 13-án hétfőn. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Őszi kerti munkálatok. Pedagógus nap. Beköszöntött a szeptember, ezzel együtt csökkent a hőmérséklet, és kezd a természet is őszi színekbe öltözni. A kertekben elkezdődött a nyárvégi gyümölcsök, zöldségek szüretelése, betakarítása. Az aktuális munkálatokról és a 2021-es időszakról Fehér András őstermelő nyilatkozott. Beköszöntött a szeptember, és egy kicsit le is hűlt az idő, ezt tapasztalhattuk. Az aktuális kerti munkálatokról mit tudhatunk, milyen folyamatok zajlanak jelenleg? Hát szeretettel köszöntöm a nézőket, illetve a hallgatókat, és azt szeretném elmondani, hogy ez az év, avval kell azonosulnunk, hogy így az időváltozás, illetve ez a nagy meleg hatása kiteszi a növényeknek a életfeltételeihez ezeket a kitételeket. Hát most aktuális munkákról szeretnék néhány szót szólni, illetve először is talán azt nem ártana megemlíteni, hogy hallgassuk is az időjárást, hogy minden hírek után mondja. De a mezőgazdaságot, illetve a növénytermesztés, vagy a gyümölcstermesztést, ami érte, az 100 évben nem volt még ilyen, hogy 40 nap, 35 fok feletti hőségnap volt. Na most ezt tudni kell, hogy ez mit jelent, mikor 35 fok van, akkor a növény csak arra dolgozik, hogy vizet vegyen fel, és magát tartsa. Tehát tápanyagot felveszi, de viszont a növekedésre nem tud összpontosítani. Ez nálam abban ezért módosult, hogy a gála alma olyan apró maradt, hogy nem is beszélve szinte majdnem piacképtelen. Egyszerűen nem tudott megnőni. Holott pedig itt öntözés folyik. Csepegtető öntözéssel van, ugye a körös itt van közelbe, és ezzel tudunk öntözni. Hát ez az időjárással, ezzel meg kell alkudnunk, vagy meg kell, hogy béküljünk, illetve tudomásul kell vennünk, hogy eltűntek az évszakok, egyből a nyárból megyünk a télbe, vagy fordítva télből a nyárba. Hát még ezt mindenki tudja, hogy májusban még fűteni kellett a lakásba. Most el kellett képzelni, hogy akkor milyen rövid idő, tenyészidő állt a növények részére az, hogy kifejlődjön. Ugyanúgy a zöldségbe és a palánta nevelésre mindegyikre nagyon nagy kihatással volt ez a kedvezőtlen időjárás. Aktuális munkákra azt szeretném elmondani, hogy zöldségtermelésben folyik a betakarítás, paradicsom termesztés, hát akinek van otthon, az már lassan a vége felé jár. Most egy jó volt ebben az időjárásban, hogy gombabetegség nem volt. Tehát a fitoflóra, ami a paradicsom vésznek nevezzük, ez most nem károsította. Most inkább az aszály, tehát ha tudtuk öntözni, akkor elég szép volt a paradicsomunk. Nálam is, még másod is, akivel beszélgettem. Tehát a zöldségnövények közül még a gyökérzöldségek betakarításáról, tárolásáról kell beszélnünk, tehát ez, és hát a jövő évi előkészítésre szempontjából a zöldségbe, ugye a maradék növények, illetve hát azt szeretném mondani, hogy eltakarítani a növénymaradványokat, tehát paradicsom szárat, uborkának a szárát, tehát ezt ugye most nem égessük el, hanem bio komposztáljuk, és ez visszakerül a tápanyag láncba. Utána a felásás, ami nagyon lényeges, tehát talajmunkát a zöldségtermesztésbe. Hát a tárolás a pincébe, vagy mindenki, ahol el tudja tárolni a felesleget téli betakarításra. Gyümölcstermesztésben, amit még el szeretnék mondani,
folyik a alma betakarítása, körülbelül a téli alma két héttel később van, hát a szeptember vége, októberig fog az idered almánk, illetve a granny swing, ez a zöld almánk betakarításra, ez mindenütt így van. Elég hullik az alma most, épp az elébb elmondott időjárási tényezők befolyásával kapcsolatosan tudnám ezt megállapítani. Amúgy kártevő az most nincsen, a almát érte egy nálam legalább, de a kertész újságot olvasva, varasodás betegség, ami felépett ebbe az évbe. Sose volt még ilyen, de ugyanaz a felsz, mert egyébként ez a kert biokert, tehát ugyanaz a felsz permetezési fordulókkal csináltam, mint máskor, és akkor ez most ilyen betegséget kapott. Hát léalmának jó lesz ivó lélek, mert ez nem kizáró ok neki. Akkor hát betakarítás, ugye mindenki saját kertjébe a kis maradék almát, amit betakarít, hogy eltároljuk pincébe vagy kamrába. Lényeg az, hogy egészséges, épp egészséges gyümölcs legyen. Ez a betakarításról ennyit szeretnék mondani. Szilváról folyamatosan nálunk itt pár darab szilvafa van, de hallom a kertésztársaktól, hogy kevés szilva termet, nem sok pálinka fog lenni most ebbe az évbe. Szilva pálinka, az is nagyon hullik a szilva legalábbis. Én azt tapasztalom. Aktuális munkák közül át szeretnék még térni arra, hogy nagyon lényeges, ezt ebbe az évben is tapasztaltam, de még másik években is, a lombozatnak eltakarítása. Ami, hogy ez a tenyészidőnek vége van, hűvösek az éjszakák, befejezi a növényzet a életműködését, és természetes úton lehull az alma. Hát mindenfajta lombozat. Na most ez a lombozattal vagy kigerebjézzük, ugye komposztáljuk, mert ez a legtöbb betegség áthordozója. Erről szeretnék néhány szóval úgy megemlíteni, hogy az alma varasodás az kimondottan az alma levelekbe tele lát. Ha ezt nem takarítsuk el, akkor tavasszal ott van a kész betegség forrása, és a spórákkal már indul is néhány milliméter csapadék hatására. Nagyon meg szeretném említeni még azt, hogy annak ellenére, hogy kedvezőtlen tavasz volt, a virágzás nagy befolyásolta az időjárás, van sok kevés alma, illetve nem csak alma, gyümölcs is kevés kötődött meg. Tehát ez azt jelenti, hogy a fáknak a növekedés az olyan irányú vízhajtásokat hozott, hogy ezekkel kell valamit kezdeni. Már most is lehet. Augusztusban van a zöldmetszés ritkítás, ezt amit földéten el kellene végezni. Az, hogy tavasszal kevesebb erővel tudnánk végezni. Azt még meg szeretném jegyezni, hogy a gyümölcsfáknak termőegyensúlya van, illetve gyökér és a hajtásrendszer ez egyensúlyban van. Na most ezt, ha megbontjuk, ha levágunk belőle egy vesszőt, akkor igyekszik kettőt nevelni helyette, vagy ha nincsen gyümölcs rajta, akkor csak ő hajtást fog hozni, mert neki minden növénynek az az életfeltétele, hogy magot termeljen, tehát utódról gondoskodjon. Na most ezzel kapcsolatban, ha vízhajtások eltávolításának módja is most van, elvégeztük mégis, hát így ez a termőkor a sorsófáknak, hogy ez teljesen levágtuk a vízhajtását, volt, amely két méteres is volt, de nem nagyon imádja ezt a fa, de ezzel tudunk legalábbis olyan munkát végezni, ami ezt a művelési módot befolyásolja, illetve ezt akarja, hogy ezt végezzük. Földről lehessen szedni, könnyű permetezni, kártevőkkel ott van az ember előtt minden. Még meg szeretném említeni a alma, tehát nem csak az alma gyümölcs termesztésben a fapótlások, ami nagyon lényeges, honnan veszünk szaporító anyagot, annak a elkészítése, ültetésre,
Már az elébb említettem a lombozat megsemmisítését. Én nagyon mindenkinek javaslom, hogy őszi permetezéssel föltétlen segítsen hozzá ezeknek a lombozatnak a elkorhadásához, illetve fertőtlenítéséhez. Réz vagy kéntartalmú növényvédőszerek egész arzenája van már most, hozzá lehet jutni. Ezzel lepermetezzük, tavasszal szintén ezzel kezdjük, és meg van alapozva a biológiai védelemnek egyik formája. Hát gyümölcs még más különösebb munkák, amik vannak, amik el szoktam én is végezni. Ezt ritkítás, meg, mert ilyenkor lássa végül is az ember a gyümölcs fáknak a növekedését, az, hogy melyik veszünk, merre megy, hogy van, hogy árnyékolja egymást, és azt most ki tudom vágni. Hát még másik nagyon fontos a téli időszakban olyan helyen, ahol kinti gyümölcsösünk van, nincs bekerítve, vagy be is van kerítve, tehát a kártevők védelme, itt főleg a nyúlról beszél, szeretnék néhány szót szólni, mert ő előszeretettel szereti megrágni a fiatal fákat, mindegy, hogy mellette ott van a kaja, akkor is ő ezt szereti, tehát 2-3-szor körberágja a fát, azt lehet kicserélni. Azt, tehát az mind annak a védelméről föltétlen gondoskodni kell. Egyedi bekötéssel, vagy körbekeríteni valamilyen úton, módon. Én a meszelést is javaslom, hát az mondjuk nem nyúlvédelemre, de sok szakirodalom beszélt már róla a fák meszeléséről. Egy ilyen hatása van neki, hogy a téli napfényt visszaveri, és ezáltal maga a növény nem melegszik föl. Mert ha fölmelegszik, utána meg hirtelen jön az éjszakai lehűlés, és ezt a hőmérséklet különbséget nem nagyon jó tűrik a fák. Ez a jelentősége a meszelésnek. Hát meg szebben néz a fák. Még hát a koronaritkításról azt szeretném még hozzátenni az előbb elmondottakhoz, hogy tehát a vízhajtások egymás keresztező, egymásba növő ágakat, veszőket, az föltétlen távolítsuk el, és hát most legkönnyebben, mint az elején is mondtam, most lássuk azt, hogy egy-egy ág merre nő, hogy nőnek egymásba, és ezzel tudjuk egy ilyen szép koronát kialakítani, jobban tudunk most hozzáférni, mint, illetve látni, mint tavasszal, mert tavasszal csak veszélyek vannak, akkor nem láss az ember, hogy merre levelesedik ki, meg hogy levelesedik ki. Hát a alma, szilva, ezeket lehet csinálni, nem is beszélve az ősz, a sárga baraszról, kajsziról, valamint hát a diónak is most van a kora tavaszi, vagyis illetve hát egyedül augusztusban lehet a diót metszeni, illetve ritkítani. Hát ezek a nagy diófákon különösebben már nem sok mindent tud az ember csinálni, mert annyira megnőtt, de ezt a jövő évi, elkövetkezendő évi diós ültetvények már mind alacsony törzsűek, tehát nem magról kell diók, és azt minden évben metszeni kellene úgy, mint más növényt. Ez még új dolog, de mivel belőtt a diófúró légy, amelyik júliustól októberig rajzik, tehát olyan, mint a cseresznye légy, a petéit a dióba, kezdődő dióba rakja, és az elmúlt években diótermés szinte ez a szorvány a diósokon nem volt. Na most elképzelhet egy 20 méteres diófát, hogy lehet lepermetezni a rendelkezési álló háti gépekkel, vagy akármilyen permetezővel. Tehát azért is mondtam azt, hogy diót is föltétlen most már egy meccésbe kell részesíteni. A augusztusi szóról beszélek, tehát augusztusban, mert ilyenkor áll a diónak a növekedése, és ilyenkor nem könnyezik, illetve hát nem vészeli annyira, mint ha tavasszal csináljuk ezt. De minden gyümölcstermő növénynek a meccése az nagyon lényeges. Őszi időszakban is ilyenkor lássuk be, időnk is van rá, meg hát
kedvező az idő rá. Minden év nyelem megrendezésre kerül a Pedagógus Nap mezőtúron. Idén rendhagyóan szeptember 10-én a Közösségi Ház nagytermében köszöntötték városunk pedagógusait, és osztották ki a munkájuk elismeréséhez szolgáló kitüntetéseket. A részletekről Herceg Zsolt polgármester adott tájékoztatást. Szeptember 10-én tartották mezőtúron a pedagógus napot, amelyen több kitüntetése és átadásra került. Polgármester úr, mit tudnál mondani a mai napi rendezvényről? Az a kezdem, hogy nem a megszokott időpontjában tartottuk a pedagógus napot, ennek a pandémia, a vírus az oka, de nagyon örülök annak, hogy most szeptemberben meg tudtuk rendezni. Sajnos tavaly kénytelenek voltunk ezt a szép eseményt is törölni a naptárunkból, úgyhogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy sikerült méltó módon megemlékeznünk és ünnepelnünk azokat a pedagógusainkat, akik ezt megérdemelték. Egyrészt, hogy az önkormányzattól megkapták az elismeréseket és az állami elismeréseket, illetve az arany és a vas diplomákat is a mai napon vehették át az illetékesek. Hát ezek az események mindig meghatóak. Itt az ünnepeltek között, vagy a kitüntetettek között volt két olyan pedagógus is, akik engem is annak idején tanítottak, és hát nyilvánvalóan nekik is köszönhetem azt, hogy tovább tudtam haladni az általános iskolai tanulmányomat követően. Úgyhogy nagyon fontos az ő munkájuk, és hát rendkívül nehéz dolgok volt az elmúlt két évben, hiszen a vírus az nagyon-nagyon megnehezítette az oktatást, és az online oktatás bevezetésével jelentősen nehezebbé vált a dolgok, természetesen nem csak nekik, hanem a diákoknak is. Hát most elindult az oktatási év, és hát abban bízom, hogy a pandémia nem fogja azt áthúzni, úgyhogy online oktatásba kelljen a diákoknak átmenni. Az önkormányzatunk számára korábban is, most is és a jövőben is nagyon fontos lesz az, hogy a kiváló teljesítményt nyújtó pedagógusokat, oktató-nevelő munkát végző szakembereket elismerjük. Erről minden évben ugye a képviselőtestület döntést hoz a felterjesztések alapján, és a kitüntetések átadására sor kerül. Egy szép ünnepség volt a mai. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, a minden közreműködőnek, a művészeti iskolánk diákjainak, pedagógusainak, akik felkészítették őket, egy szép műsort láthattunk. Patkós Éva, csak úgy, mint mindig ezt szoktam mondani, hogy Bájos háziasszonya volt az eseménynek, és hát köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte ezt az eseményt. Még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy abban bízom, hogy jövőre már a megszokott időpontban tudjuk megszervezni a pedagógus napi ünnepségünket. Ebben a nehéz vírusos időszakban a mezőtúri önkormányzat hogyan tudja támogatni a pedagógusokat, az iskolákat a tanév során? Ugye az iskolák fenntartása már nem az önkormányzatunk kezelésében van. Ugye jó néhány évvel ezelőtt az állam részére átadásra kerültek az oktatási intézmények, az önkormányzat csak a bölcsődét és az öt óvodát tartja fönn. Természetesen a kapcsolat az nem szakadt meg az általános iskolákkal, a középiskolákkal. Folyamatosan találkozunk, hát elsősorban a vezetőkkel, és hát ott vannak a városi ünnepségeken, a gyermekekkel minket is meghívnak az ő eseményeire, ünnepségeikre, tehát aktív, szoros kapcsolat van. És hát, hogyha hozzánk fordulnak segítségért, akkor természetesen igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy segíthessünk, de azt hangsúlyozni kell, hogy a fő segítség, tehát a fenntartási költségeknek a finanszírozását, azt már a magyar állam biztosítja a számukra. Egy ilyen szép példa volt az együttműködésre most a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolának az átköltözése az oktatási centrumba, a volt főiskolára, és hát ha minden jól megy, akkor a következő évben, tehát 2022-ben majd érkezik a Teleki gimnázium is, hiszen ott is elkezdődik egy nagyszerű felújítás, amely az Alma Mater épületét érinti, de érinti azt az épületet is, ami régen orvosi rendelő volt, itt a Dózsa György utcában,
ott is egy nagyon szép fejlesztés fog megvalósulni, ennek az értéke várhatóan 1,5 milliárd forint körül lesz, úgyhogy arra az időre, amíg a kivitelezési munkák zajlanak, addig a középiskola szintén az oktatási centrumba költözik, tehát természetesen a város ezzel is segíti, támogatja az oktatási intézményeket, és hogyha még azt megemlítem, hogy az úgynevezett U-alakú épületet, amely a Városi Oktatási Centrumnak a piac felüli oldalán található, azt a Karcagi Szakképzési Centrum részére vagyonkezelésben néhány éve átadtuk. Az ingatlannak a felújítása az folyamatosan zajlik, és ugye az a célja az iskolának ezzel, hogy a szakképzést oda beintegrálja, amelyek különböző telephelyeken működnek most, és egy ilyen szakképzési helyi válik majd. Ezzel nyilván megkönnyíti az iskola vezetőinek, tanárainak, és nem utolsó sorban a diákjainak is a munkáját, úgyhogy már nagyon várom, hogy elkészüljön. Úgyhogy együttműködünk folyamatosan, és nyilvánvalóan, hogyha ha kéréssel fordulnak hozzánk, azt meghallgatjuk és igyekszünk segíteni. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy rendkívül jó az együttműködésünk, és hát nyilván az ingatlan tulajdonosaként és hát mezőtúriként az önkormányzatunk vezetése nagyon fontosnak tartja azt, hogy az oktatási nevelési intézmények azok rendben szépen működjenek, úgyhogy amit csak tudunk, megteszünk értük. De ez így is van, tehát köszönöm ezúton is minden pedagógusnak, így a rögtönzött pedagógusnak alkalmából az áldozatos munkáját, és természetesen számítunk rájuk a következő években is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!